ez már több mint káosz, több mint probléma. Síkideg mindenki. Hát itt már nincs hangulat van, és nem csodálom. Kollégának idejött egy hölgy, és hogy elkezdett kurvani, ezzel megszúrtam. Hogy az egyik lakásban volt valami áramhiba, és emiatt szombat vagy vasárnap óta az egész házban nincsen áram. A 13 kiló húsom dobhatom hónapra, ma nem lesz. Akkor megrázta az áram az egyik lakót. Nagyon nagy baja nem lehetett, mert nem szirénézva vitték el a mentők. De akkor ugye kijött az elmi. És úgy ment el, mindenféle jegyzőkönyv nélkül, hogy a biztosítóhoz se tudunk fordulni. Semmi. Itt vagyunk úgy, mint az állatok tartva. Tehát 2 éve átadtuk ezt a házat. Így van. Tehát az, hogy itt azóta mi történt, az nem az, miért szívességből vagyunk itt. Fel lett újítva az egész elektromos hálózat, és ezt az elmű átvette. Üzemszerűen működött 2 éve a ház. És most ők kérnek rajtunk számon mindenféle papírt, és most ők jönnek ki, hogy semmi nincs megcsinálva. Mi azért vagyunk itt, hogy maguknak legyen ára. Mert most ebben a vészhelyzetben szerintem konkrétan nem idejönnének az emberek és csinálnák ezt a munkát. Nem tudunk mosni, nem tudunk főzni, nem látunk a sötétben. Sem meleg, sem. Az ég a te világon. Apró gyerekek vannak, van, aki ezzel fűt, az időjárás is nagyon rapszódikus. Megfázhatnak, főzni nem tudnak. Körülbelül 100 lakunk ebben a házban, és ennyien szívunk miatta. Amúgy is kritikussá vált nehéz helyzetbe, még itt valaki felelőse, és hol a felelős? A gyerekek homeschoolban vannak, tanulniuk kellene. Itt vagyunk a járvány cirkusz kellős közepén. Nem. Arról volt szó reggel, mert kint voltak, hogy délben lesz áramunk, és most arról van szó, vagy holnap, vagy holnap után. Most csináljuk meg a földelést, és holnap jövünk, jegyzőkönyvezzük, és valószínű holnap lesz áram. Ennyi. Nem tudok többet mondani. Én csak segítem a házat.